He wants to turn the lights out. Boris Johnson hosszú utat tett meg az elutasítástól az elfogadásig. Bár a brit miniszterelnök sokáig ellenállt, a friss adatok alapján meg kellett hoznia a döntést az egész országra kiterjedő lezárásról. Ehhez a fordulathoz 12 napra volt szüksége, de 42 nap telt el azóta, hogy tudományos tanácsadói ezt javasolták. Helyes volt minden lehetőséget kipróbálni, hogy kézben tartsuk a járványt, mondta a miniszterelnök. Az emberek élete a tét, de a vírus feletti kontroll játék a számokkal, aminek a bezáró vállalkozások viselik a költségét. Feldúltnak érzem magam. 3 hónapja vagyunk bezárva, de ha ez a 4 hét segít, akkor megtesszük, mondta egy üzlettulajdonos. Bármilyen fájdalmas, a többség szerint így helyes. Az emberek kibírják. Ez van, végig kell csinálnunk. Sokak esetében komolyabb problémák is felmerülnek. Túl késő, 2-3 hete kellett volna lépni. Lassan csődbe megyek. Dadaként egy kisgyerekkel nagyon nem könnyű. Nem hiszem, hogy tönkre kéne tennünk a gazdaságot a járvány miatt. Wales és Észak-Írország követte a tudósok javaslatait, és októberben a lezárás mellett döntött. Angliában most hosszabb lezárás várható, és egyetlen vállalkozó sem tudja, mikor nyithat ki. A szabadságok miatt a személyzet kifizetése nem lesz probléma, de ott vannak a bérleti díjak és egyéb költségek. A lezárás a tervek szerint 4 hétig tart, de minden attól függ, hogy tudják-e kontrollálni a vírus terjedését, mondja az Euronews tudósítója. Ez a legnagyobb forgalmú időszak az előző lezárás miatt szenvedő cégeknek. Olyan, mintha minden alkalommal újra nyitnánk az éttermet. Újra fel kell töltenünk a konyhát és a bárt, de nem tudhatjuk, hogy december 2-án újra kinyithatunk-e, és mi lesz a karácsonnyal meg a szilveszterrel, mondja egy étterem tulajdonos. Walesben a 2 hetes lezárás hétfőn ér véget, míg Angliában legalább 3,5 hét van hátra. Csak azt nem értem, hogy ha ennyi területen mások előtt járunk, hogy lehet, hogy ebben így lemaradtunk. Bár csak jobban alakulnának a dolgaink, teszi hozzá. Ez a 2. lezárás az országban, mindenki tudja, mivel számoljon, és mindenki reméli, hogy többre nem lesz szükség.